Köszönöm szépen, én is mindenkit üdvözlök. Hát a Attila szépen bemutatott, úgyhogy csak ezt a képet mutatnám az iskolánkról. Ez egy nagyon innovatív iskola, én itt 20 éve dolgozom, és gyakorlatilag minden évben valami újdonságot próbálunk ki. Rengeteg informatikai eszközt használunk. Van egy honlapunk, amit több mint 15 éve én fejleszgetek, meg én programozgatok, mert nem csak a szabványos Joomla felületet használjuk, hanem vannak saját moduljaink. Van egy jól működő modul rendszerünk. Itt sikerült a digitális oktatást átvészelni, úgyhogy a teljes felső tagozat végig ezen a rendszeren dolgozott. Szintén én működtetem. Én a Plonk is saját szerveren fut, tehát függetlenek vagyunk az összes központi rendszertől, ez is egy Linuxos szerver. Ezek eleinte nálunk működtek az iskolában, most már ezt kinőttük és bérelt tárhelyről futtatjuk ezeket az alkalmazásokat. Ezeket nekem ugye folyamatában meg kellett tanulnom, és hát ezért jó néhány programnyelvet el kellett sajátítanom, amiket most én mind felhasználtam tulajdonképpen a WebGL Basic fejlesztésekor. Ez a WebGL Basic, ez onnan jött ez az ötlet, hogy jó néhány éve létezik már ugye a WebGL nyelv, amihez itt látjátok is, hogy egy webböngészőre van szükségünk. Ez lényegében egy JavaScript nyelven programozott 3D-s környezet, és ilyen nagyon látványos dolgokat lehet JavaScript-ben megalkotni. De amikor megnézzük egy ilyennek a forráskódját, akkor nagyjából egy olyan dolgot találunk majd, ami számunkra szinte felfoghatatlanul bonyolult. Előtte akkor mutatnám, hogy mi kell hozzá. Asztali környezetben akármilyen böngésző, hát most nyilván a Firefox-ot meg a Chrome-ot hoztam, mint a leggyakoribbat. Mobil környezetben viszont azt tapasztaltam, hogy csak a Firefox-szal működik rendesen. Tehát Androidon valószínűleg csak ezzel tudjátok majd megnézni ezeket a JavaScript-ben írt WebGL tartalmokat. És akkor itt van egy ilyen kód, valahogy így néz ki egy WebGL nyelven megírt, igazából csak egy részlet, látszik a görgető sávon, hogy ennél az jóval bővebb. Tehát ezt gyerekeknek tanítani szinte lehetetlen. És ebből alakult ki az az ötlet, hogy készítenem kellene valami egyszerűbbet. És körülbelül 2 vagy 3 éve béreltem ki ezt a webglbasic.com oldalt, illetve a hozzávaló tárhelyet, és ott elkezdtem írogatni szépen egy ilyen PHP nyelven egy ilyen fordító programot. Nagyon primitív, nagyon egyszerű, nagyon könnyen tanulható nyelvet próbáltam kitalálni, amit ha átküldünk ugye egy felhőtárhelybe, a webglbasic.com-ba, ott ez lefordítódik erre a bonyolult WebGL nyelvre, és akkor visszaküldi nekünk már magát a 3D tartalmat. Mindig tehát két keret lesz, a baloldali keretben dolgozunk, a jobboldali keretben pedig látjuk az utolsó, hát úgymond lefordított tartalmat. Ennek a nyelvnek is van ugye szintaxisa, tehát helyesírási szabályzata, ezt is próbáltam a legprimitívebbre levenni, úgyhogy ez a háromfajta utasításrendszer van. A legegyszerűbbek az egysoros utasítások, elől egy kóddal, utasítással, zárójelben pedig a paraméterekkel. Maximum 8 paramétert fogad a rendszer, de van, amikor csak egyet kell, vagy akár nullát kell, tehát mint a legtöbb függvényben itt is ezt lehet változtatni. A bonyolultabb utasítások azok olyanok, hogy van egy eleje, meg van egy vége, és közte helyezkednek el az ide tartozó utasítások. Például egy háromszöget úgy tudunk rajzolni, hogy megadjuk a pontokat, és utána lezárjuk a háromszög pont vége utasítással.
Textúrákat, képeket, hangokat, egyebeket nem lehet feltölteni egyelőre, mert elég szűkös a tárhelyem, ezért egy beépített készletből kell gazdálkodni. Ezeket nem kell beírni, hanem egyszerűen csak majd látni fogjátok, hogy be kell másolni, tehát ez a harmadik szintaxis, amikor egyszerűen átmásolunk egy utasítást a képernyőről. Na most ugye az előadás címe az, hogy virtuális valóság vagy kiterjesztett valóság. Mi a különbség, ezt akarom most ebben a pici kis ábrában elmagyarázni. Van maga ugye a fordító, amiben ezt a bizonyos WebGL Basic nyelven megírjuk a úgymond a 3D tartalmat. Ez ugye bemegy a felhőbe, a szerverre, ezt fogadja ezt a szövegfájlt, ez tiszta szövegfájl, minimális ilyen szintaxis kiemelést használok, de akár azt is el lehetne hagyni, tehát akár egy jegyzetőmben is meg lehetne ezt írni. Ezt, ha tudja, akkor átfordítja 3D tartalomra. A szerveren ez tárolódik, és visszakapjuk ugye ezeknek a URL címét, vagy ha ezt áttesszük egy QR kódba, akkor még könnyebb dolgunk van. Ezután ezt a linket kell megosztanunk. Megnézhetjük ezt a linket ugye asztali gépen, vagy mint mondtam, androidos környezetben, mondjuk Firefoxon. Eddig virtuális a valóság, mert ugye szimulálunk a gépben egy 3D-s valóságot. Ha esetleg van olyan szemüvegünk, amivel meg tudjuk osztani, egy applikációval meg lehet osztani ugye a két szemünknek két külön monitoron vagy két külön tartalommal a kódot, akkor ez akár tényleg 3D-s élmény is lehet, de valójában általában itt a monitoron szoktuk nézni a 3D-s tartalmakat. Ha van kameránk, akár webkameránk a PC-n, akár ugye nyilván a tabletbe, telefonban van, akkor tovább léphetünk egy szintet, és kiterjesztett valóságot csinálhatunk ebből a modellből. Ehhez az kell, hogy a kameránk valahogy érzékelje, hogy ő hol van. Legegyszerűbb módszer, hogy kinyomtatunk egy ilyen markert, egy ilyen, ezt majd sokszor fogom emlegetni, lerakjuk az asztalra, vagy a falra, vagy bárhova, és a kamera, ha ezt észleli, pont úgy, mint egy arcfelismerő rendszer, ha felismeri ezt a markert, akkor pontosan tudni fogja, hogy milyen dőlésszögben, milyen távolságra van a markertől, és ki tudja számolni a nézőpontot a virtuális valóságban, hogy hogy néz neki ez a modell, ha ott lenne a marker helyén. Tehát akkor lesz kiterjesztett valóságunk, hogyha a markert lerakjuk az asztalra és ráirányítjuk a kamerát. Ezt valószínűleg csak a vége felé tudom majd bemutatni, amikor már bizonyos alapszintű dolgokat megnéztünk együtt. És akkor gyakorlatilag itt én be is fejezném a prezentáció részt, és áttérnék a valódi környezetre, mégpedig én akkor a webglbasic.com oldalat mutatnám nektek. Ez egy nyomlás rendszer, vagyis különböző tartalmakat itt próbálok folyamatosan megosztani. Elsősorban a leckéket tudom javasolni, mert van már néhány kidolgozott példám leckék. Akkor, ha valami bonyolultabb utasítást találok ki, azoknak szoktam külön menüpontot felrakni. Például a pontfelhők, az tipikusan egy ilyen, ami elég egy bonyolult dolog. Vagy például a egyik projektem az volt, hogy műhold adatokból, magasság radar adatokból térképet készítsünk 3D-ben, ez is egy viszonylag bonyolult dolog. De itt megtaláljátok a pontos leírást, hogy hogy lesz mondjuk egy NASA műhold adatból egy valami ilyesmi 3D-s tartalom. Akkor nemrégen fejlesztettem ki az object file-ok importálásának a lehetőségét, és akkor innentől kezdve bármilyen 3D-s rajzoló programmal tudunk készíteni object file-ot, és azokat be tudjuk ide importálni.
Például Blenderből, vagy akár internetről is letölthetünk ilyen fájlokat, és nem kell akkor nekünk szenvedni mondjuk egy bonyolultabb, mondjuk ezt például Tinkercaddel rajzoltam, de annak is van object file kimenete, egyszerűbb itt rajzolni, és utána ezt fel tudom használni, mondjuk így fog kinézni, mondjuk a virtuális valóságban ugyanaz a modell. Tehát van csatlakozás más rendszerek felé. Az utasításokról van egy nagyon rövid súgó, ezzel sajnos néha le vagyok maradva, mert azért szabad időmben fejleszgetem, de bármelyik utasításra, ha rámegyünk mondjuk egy lámpára, akkor azért próbáltam egy nagyon rövid leírást, és ami legfontosabb, hogy működő példákat helyeztem ide el. No, akkor hogyan kell dolgozni? Hát itt, ha nem akarjuk használni ugye a Joomla rendszert, akkor van egy linkünk, ami erre az online fordító compilerhez visz bennünket, és hát ebben a környezetben lehet programozgatni. Mivel valószínűleg ugye az ember ezt kivetíti, ha tanítja, ezért lehet betűméretet növelni, hogy messzebbről is ugye projektoron is jól lássák a gyerekek, és ebben a környezetben ide ebbe a bal felső szövegszerkesztőbe kellene ugye a kódot beírni. Ez egyszerűen szövegszerkesztési szabályok szerint mondjuk írok egy gömbutasítást, így, és amikor ezzel én készen vagyok, akkor a konvertálás gombbal elküldöm a felhőbe, hogy forduljon át, ugye mindez 3D tartalomra. Hát ez elég gyorsan megtörtént, mert ez egy pici kód. Ezt nem tárolja a szerver sehol, tehát úgy is mondhatnám, hogy röptébe visszaküldte a konvertálást. Na, néhány dolog a navigálásról, mert ez egy 3D-s tartalomnál elég fontos. Egyrészt az egérrel navigálunk, bal gombbal forgatunk, jobb gombbal eltolunk a képernyőn a tartalmakat, a görgővel pedig nagyítunk, zoomolunk vagy távolodunk. Van egy koordináta rendszer, ami alapból be van kapcsolva, mert nagyon könnyű eltévedni ugye a nagy szürke háttérben. Az X, az Y és a Z tengelyeket látjuk itt. Hát 10-ig, de ez végtelen nagy, tehát akármeddig mehetünk ezzel. És hát mivel ugye a gyerekeknek készült ez a rendszer, ezért ők nagyon hamar így elszoktak így menni a világ végére. Ezért raktam fel ide egy néhány kis gyors navigációs gombot, például a zöld, de azonnal vissza tud jönni arra a kamerára, amit utoljára, illetve amit először beállítottunk. Illetve nézheti X irányból, nézheti Y vagy Z irányból teljesen merőlegesen a világot. Meg hogyha akar egy kis demót, akkor ezzel így bekapcsolhat egy olyan kamerát, ami magát animálja, körbejárja az origót, és minden irányból meg tudja nézni a 3D-s tartalmát. Tehát viszonylag egyszerű a navigáció. Itt vannak fönt a elérhetőségeim, ott Facebook, illetve ugye az előbb látott weboldal. Alapesetben, ha ezt így órán bemutatjátok, akkor már egy élmény, mert ugye néhány sornyi utasítással a gyerek tud alkotni valamit. Ez még nem mentődik sehova, ahhoz itt alul be kellett volna lépni, be kellett volna jelentkezni. Ha esetleg valakinek kell majd regisztrált kód, akkor e-mailben személyesen tudok úgymond küldeni, mert nem lehet regisztrálni a tárhely szűkössége miatt. Viszont van egy teszt nevű felhasználó, ugyanezzel a jelszóval, amit ki tudtok próbálni, és ezzel be tudtok lépni, és tudjátok tesztelni a rendszert. Ez mindenkinek nyitott, tehát egymás munkáit látjátok. Nem túl jó dolog itt bármit is elmenteni, de adott, tehát például a kiterjesztett valóságot csak elmentett fájloknál tudjuk kipróbálni. Mappa készíthető, fájlok létrehozhatók, mondjuk akkor én ide már be is építettem néhány dolgot.
És akkor nagyon röviden ezeken itt végig akarok menni, mert magát az egész nyelvet nem tudom bemutatni, csak a lehetőségeket, meg hogy körülbelül milyen bonyolultságra lehet számítani, és a végén majd akkor a CodeWeek-hez kapcsolódva van egy ötletem, amit még meg lehet majd nézni. Ha egy ilyen elmentett fájlt én ide betöltök, akkor itt fönt kiírja, hogy melyik mappában, hol van elmentve a fájlom. Konvertálás után ez természetesen megjelenik. De bármit csinálok benne, nem mentődik vissza, mert nincs kipipálva itt ez a save kapcsoló. Ezt biztonsági okokból építettem be, mert a gyerekek egymás munkáit elég könnyen tönkre tudják tenni. Tehát legalább ezt be kelljen kapcsolni, illetve hát esetleg át kelljen írni a fájl nevét, ezért ezt így alapból kikapcsolja a program mindig, amikor betölt egy új fájlt. Az utasításokat én úgy szoktam csoportosítani, hogy vannak a transformációs utasítások, ugye, hogy hol van a test, a forgás, hogy milyen szögben áll, mekkora a test, ugye itt egy Y irányú nyújtást csináltam, ezek gömbök, csak ugye meg vannak picit nyújtva. Kezdetben, ugye 4-5 éve azt gondoltam, hogy az Imagine logóhoz hasonló lesz a nyelv, ezért az a logika meg is maradt, hogyha valamit beállítok itt mondjuk, akkor ez végig öröklődik az egész kódon, mindaddig, amíg meg nem változtatom. Tehát, ha én azt mondom, hogy a hely 3.0.0, akkor az mindig ott lesz. Vagy például azt mondtam, hogy a méret ugye 1,3-szoros y irányba, akkor mind a három gömbre nem kell mindig állítgatni minden utasításnál. Ugyanez van a anyag tulajdonságoknál, ha beállítom, hogy legyen sárga, akkor ez mind sárga lesz. Mindaddig, amíg nem fogom magam, és ugye akkor ez az egyes gömb megrajzolódott, itt a másik gömb, előtte kéne akkor változtatnom a színén, sárga helyett legyen mondjuk lila. És akkor most elvileg akkor az ott be is lilult, meg az alatta lévő is, mert ugye öröklődött szépen tovább erre a gömbre is. Lehet a helyet megadni abszolút mértékben, ehhez a gyereknek tudni kell tájékozódni legalább XY koordinátorrendszerben. Azt tapasztaltam, hogy 6. végétől 7-től ez már elég könnyen megy. Az egy irányban már nehezebb a dolog, de azt szoktam mindig csinálni, hogy direkt kiforgatom nekik így a képernyőt, és megszámoljuk az egységeket pozitív és negatív irányba, és utána ez elég jól működik, tehát XYZ koordinátákkal tudunk navigálni, megműködik a relatív, jobbra, balra, fel, le, sőt most majd előre, hátra is, mert itt három tengelyen dolgozunk. Ezek a transformációs utasítások, anyagutasítások. Hát a geometriából néhány elemet mutatok. Ezek az úgymond alap geometriai elemek, maga a gömb, a téglatest, a gyűrű, a téglalap, ugye, mert ez itt sík, tehát oldalról megnézzük, akkor látszik. Henger. A henger ez egy univerzális utasítás, mert a hengernél ez mind henger, az a zöld. Megadhatom, hogy hány szegmensből álljon, sőt a felső és az alsó sugarát külön megadhatom, és akkor így egészen szép dolgokat lehet alkotni. Ez például ugye 5 szegmensből áll, felső meg az alsó sugara egyforma, a kúpnál 0 a felső sugár, tehát ezzel egész jó dolgokat lehet művelni. A háromszög utasítást már emlegettem, ott egyszerűen megadjuk a pontokat, és közébe rajzol egy háromszöget a program. Az object fájlok, egyebek, azok kicsit haladó geometriák, azokat nem raktam be ebbe a példába, de ott a súgóban megtalálható. Nagyon látványos lesz a 3D világunk, ha textúrázzuk. Ugye a textúra készletből bármelyik fotó, kép ráfeszíthető a gömbre, vagy bármelyik testre, ezek ugye gömbök, itt ez a kettő pedig sík lap. A textúrázás lényege, hogy nem írunk be semmit, hanem helyet csinálok mondjuk itt az első gömbömnek, nem tetszik ez a, azt, bocsánat, ez el,
csúsztam, nem tetszik ez a textúra, akkor ezt én innen törlöm. És van egy ilyen text nevű menüpont, ez a textúra lenne. Onnan választok egy olyan textúrát, ami megfelel, mondjuk egy Minecraftos textúrát rakjunk be. Legyen mondjuk, hát ez jó lesz, és egyszerűen csak egérrel áthúzom ide, vagy Ctrl-C, Ctrl-V, nagyobbaknál ez már működik, és akkor ugye rárakta a gömbnek a felszínére, körbe ráfeszítette, és nagyon gyorsan egyszerűen lehet az ismétléseket beállítani, hogy például azt mondom, hogy vízszintes irányba mondjuk 6-szor ismételje meg ezt a textúrát, magyarul besűrítem ugye a textúrát, látható is, hogy sűrűbb lett, akkor függőleges irányba is mondjuk 3-szor sűrítse be, és ezzel tudom ugye a textúrákat, például ez a pepitás textúra is egy kis négyzetet ismétlek, itt látjuk a 8 és 4. Elég sok textúra van, ezek ingyenes textúrák, én is rajzoltam textúrákat, a matematikához, ha használjuk a programot, ahhoz jól jönnek ezek a betűk, tengelyek, számok, meg ilyen pepita textúrák, illetve hát még itt van néhány vonalzóm is, amit föl lehet rakni egy ilyen testre. Hát ha a játékot programozunk, akkor ugye a Minecraftos textúrák, vannak átlátszó textúrák, de ezt mindjárt külön mutatom. Ezek az átlátszó textúrák nagyon érdekesek, mert ezek PNG-k, tehát átlátszó PNG-k. És ezt rakjuk rá a tárgyra, akkor hát néha ilyen érdekes lesz. És lapoknál viszont kifejezetten jól néz ki, hogy mintha egy lap ott lenne. Akkor valóságosabbá lehet tenni egy textúrát, ha ráteszünk egy ilyen bumpot, ami egy ilyen, hát inkább mutatom egyszerűbb, ami a felületnek egy kis érdességet kölcsönöz. Ez nem valódi, hanem itt a normál vektort számolja ki a program mindig a textúrának megfelelően. Ilyen textúra csomag is van, itt van, több is van, ezek fekete-fehérek, tehát inkább csak az érdességet tudom szabályozni ezekkel a bump textúrákkal. És akkor már is ugye látható, hogy ha ezt például ráteszek egy ilyet, akkor a felszín egy picit ilyen, hát nem is tudom, ilyen olvat jégszerű valami lesz. Jóval látványosabb a maga textúra ezzel a módszerrel. A kamerákról, a kamerákat elég nehéz ugye kiszámolni, tehát egy ilyen 3D-s környezetben nagyon nehéz megmondani pontosan, hol van a kamera, mert egérre bárhol vihetem a kamerát, és bárhova nézhetek. Ugye van a kamerának egy koordinátája, és van a nézőpontnak egy, hogy hova néz, mert ha elcsúsztatom, akkor már ide nézel körülbelül, és nem az origóba. Ezért kamera, az van egy utasítás, ez a debug 0, ezt berakom, akkor megjelenik arról egy gomb, szépen beállítom a megfelelő nézőpontot, elszórakozok vele, és akkor csak rákattintok erre a gombra, és a program kidobja nekünk, hogy mit kéne oda ugye átmásolni. Ebbe, ez be kéne zárni, ebbe a környezetbe, koordinátákkal, egyebekkel adok a kamerának egy nevet, hogy mégiscsak legyen valami egyéni, mondjuk saját. Na. És akkor innentől kezdve megjelenik alul, és oda tudok navigálni könnyedén ehhez a kamerához. Kiterjesztett valóságban ez nem működhet, mert egy kameránk lesz, a telefon vagy a tablet lesz, tehát itt viszont előre beprogramozhatok 10-20-30 akárhány kamerát, ami kifér ide alulra. Hát a WebGL-nek van árnyékszámoló eljárása, eléggé látványos, viszont erőforrás igényes, ugye a valós idejű árnyékok kiszámítása, különösen, ha nagyon sok tárgyat felpakolunk. Ezek a fényforrásoknak a szimulálására, ez a help utasítás volt, ezt kiveszem, akkor
Nem látjuk a fényforrásokat, csak a hatását látjuk. Van egy direkt fényforrásunk, az olyan, mint a napnak a fénye, az párhuzamos árnyékot csinál, és van a lámpa, ami pontszerű, tehát látjuk, hogy széttartó árnyékot hoz létre. Itt is van kamera, tehát ha eltévedek, vissza lehet jönni. Az animáció korlátozott mértékben használható, az alaptranszformációk animálhatók, tehát a hely, a méret, a forgás, és még a színe átlátszósága animálható a tárgyaknak. Itt például most több animáció van egyszerre, van egy mozgás, meg egy forgás animáció. Nagyon egyszerű kulcsokkal dolgozok, megadom azt, hogy az animáció százalékában hol helyezkedik el a tárgy, a többit pedig nyilván kiszámolja a gép majd, tehát 50%-nál itt fönt kell tartózkodjon a kocka, egyébként meg itt lent kell tartózkodnia, és a többit kiszámolja szépen. Megadhatom az időt, hogy meddig tartson ez a folyamat, csak gyorsítsuk egy picit be. Ha elcsúsztatom a százalékot, akkor ugye nem lesz szimmetrikus, tehát egyik irányba lassabb. Forgásnál ugye folyamatos forgás lesz, ha 0-tól 360 fokig forgatom. Itt elég sok lehetőség van. Nincs lehetőség egyelőre még ilyen karakteranimációra, például lépkedés, mozgás, bár tervezem, hogy azt is mondjuk egy Blenderből át lehetne importálni. A forgások, animációk megállíthatók, tehát meg tudom állítani az animációkat, van erre külön egy utasítás, ezek a gombok, bekapcsolhatom valamelyiket, vagy mind a kettőt, és van még a láthatóságnak is, ugye egy, hát ez animálni nem igazán nevezném, hanem kibekapcsolhatom a tárgyaknak a láthatóságát. Komplett változó rendszer működik, tehát hogyha magasabb szintű matematikával szeretnénk foglalkozni középiskolában különösen hasznos lehet. Itt például a gömböket elhelyeztem egy vektorral, mégpedig nem úgy, hogy megadtam a szöghelyzetet, és színusz-koszinusszal kiszámoltam az XY koordinátákat. Ezek a változók, amiket mi találunk ki, berakhatók az utasításokba, tehát nyugodtan használható. Az összes utasítás elfogadja a változókat is. Hát, ha már programozunk, akkor azért gyerekeknek meg szoktam mutatni a ciklusot, mint ismétlő utasítást. És ezzel például most legeneráltam 100 darab véletlen gömböt. Ennyire egyszerű volt a kód, itt van 100 darab egyforma gömbünk. A random utasítás, ugye három változót kisorsolt, úgymond, és hát ugye ezt most fel lehet vinni mondjuk 500-ra, akkor 500 gömböt fog beszórni ebbe a 20x20-as kockába. Ilyenkor azért már látszik, hogy a szerver terheltsége miatt ez nem egyből ugrik be, meg egy picit talán szaggat is már, de 500-ig még azért el lehet menni. Divatosak ezek az FPP, tehát ezek a belső nézetes játékok, ez megvalósítható. Ki lehet kapcsolni ezt az egeres navigálást, és marad a klasszikus négy nyíllal jobbra, balra, előre, hátra. Tehát lehet egy ilyen kis egyszerű mászkálós játékot. Hát ugye át is lehet menni egyelőre, ha nem csinálom meg az ütközést. Az egyiknél megcsináltam, csak most már nem tudom, hogy melyiknél csináltam meg, talán ennél. Igen, ennél meg van csinálva az ütközés is. Tehát akár így mászkálgathatunk, lehet visszamenni, X-el lehet ugrani. CodeWeek-en például egy érdekes dolog lehet, hogy most igazán ez négy téglatest. A föld egy téglatest, meg a három kocka van fölrakva, és a mintakód alapján szerintem 2 perc alatt meg lehet nézni, mit változtassunk, hogy a sajátunk legyen. A részecskét csak kettő csinálónak rakom be, ez már egy picit magasabb matematika. A részecske az nem más, mint egy PNG kép.
aminek a, ami mindig befordul a kamera felé, tehát ha közelebb megyek, akkor lehet látni, hogy ezek ilyen kis kör alakú kis pöttyöcskék. És külön van egy készletem, itt valahol itt vannak a részecskék, tehát ilyen alakú PNG-ket rakhatok be, például esőhöz kiválóak ezek a vízcseppek, köthöz ez jó. Ezeket tetszőleges méretben, színben, darabszámban lehet lekódolni. Itt például 1000 darab részecskét láttunk az előbb. No, és akkor lassan ide eljutottam a lényeghez. Ugye, hogyha ezeket az utasításokat felhasználjuk, akkor kiterjesztett valóságot is tudok csinálni. Itt találtak egy AR00-át, ez egy sablon. Ha ezt lefordítjuk, akkor ebben nincsen semmi, csak ez a markár, amit az előbb mutattam. Már be van rakva két lámpa, hogy ezzel ne kelljen foglalkozni, meg be van rakva egy csoport, ami az egészet átteszi kiterjesztett valóságba. És ha ebbe például berakok egy kockát, mondjuk a kocka utasítással, akkor nem adtam neki méretet, meg hát nem ártana megadni neki, hogy hol legyen. Legalább ezeket az alap dolgokat be kéne állítani. Hát akkor most itt élőben nem sikerült a kockát, akkor téglát rakjunk be. Tégla 2. Ez ugye a téglatestnek a, most az már jól működik. Nyilván így belelóg, mert a nulla pont itt van, tehát mindig Y irányban el kell tolnunk, tehát nyilván a felével, a magasság felével eltoljuk, akkor ez már megjelenne kiterjesztett valóságban. Ehhez, hogy ez megjelenjen, a mentést be kell kapcsolni. És úgy kell lekonvertálni, akkor megjelenik itt két link. Ez a link egy sima link, ugyanezt fogjuk látni, egérrel működik, viszont ez már bekapcsolja a kameránkat, ha van. Na most én ide raktam egy webkamerát, tehát én nem tablettel fogok dolgozni, hanem webkamerával, és akkor most itt az asztalra irányul. Itt van a markerem, ezt lerakom, és meg is jelent a kockám, amit el is szúrtam, mert óriási nagy lett a kockám, és mindent kitakar. Hát akkor ugye ez most itt, ha visszamegyek a fordító programba, bocsánat, erre felraktam, amit nem kellett volna, de most már megvan, akkor be kellett volna állítanom a méretét kisebbre. Hogy ne itt élőben eszem vegyek ezzel, készítettem 2-3 olyat, ami működik. Ugyanez a logika, kocka, mondjuk négy egység nagyságú, meg van textúrája, beállított, sőt, ennek adtam egy egyszerű forgás animációt is, ami körülbelül ez a 4-5 sor. Ha elmentem, lekonvertálom, és ugye betöltöm a kiterjesztett valóságot, akkor már tényleg működik. A markeremre rápakolta ugyanazt a kockát. Most a markerekre pár dolgot mondanék. A markernek mindig látszódni kell teljes egészében a kamera látómezőjében. Tehát mögötte, ha ide elmegyek hátra, itt nyugodtan piszkálgathatok bármit, de előtte nem, mert a markert már nem látja a kamera. Tehát erre vigyázni kell, hogy olyan messze legyen a marker, hogy mindig beleférjen, tehát túl közel nem hozhatom, mert akkor kiesik a felismerő szoftver. Ha kisebb markert nyomtatunk, hoztam egy kisebbet, akkor a méret arányosan ugye az egész jóval kisebb lesz. Azt tapasztaltam, hogy tabletnél, telefonnál ez a 8-10 cm a legjobb méret. Érdemes valami keményebb lapra ragasztani, vagy eleve úgy felrakni, hogy meg tudjam esetleg fogni, mert ugye érdekes, hogyha egy billentem esetleg, akkor megy vele a 3D-es is. Persze, ha torzítom, akkor egy idő múlva már nem. Nem szereti ezt a csillogást, ugye a lámpám itt van fönt, és ha becsillan a papír, akkor már nem ismeri fel. A másik marker az egy kicsit bonyolultabb lesz, és picit várnunk kell.
mert ez egy object file. Fölmentem a Tinkercad-re, és kerestem egy ingyenes Baby Yoda 3D rajzot. Hát ez egy ilyen szolíd 2300 soros object file. Azért mondom, hogy szolíd, mert ennél jóval nagyobbak is vannak. És gyakorlatilag semmi dolgom nem volt, csak le kellett kicsinyítenem, mert nagyon nagy volt. És ha lefordítom, akkor megkapjuk a Baby Yoda-nkat itt 3D-ben. Nyilván le kell menteni, hogy kiterjesztett valóság legyen belőle. És akkor itt van a Baby Yoda-nk. Ugyanúgy tudjuk mozgatni, lehet körbejárni. Egyébként órán én úgy szoktam, hogy maga a marker nem mozog, hanem a gyerek a tablettel megy körbe-körbe. Alulról, fölülről. Nyilván van egy dőlésszög, amikor már nem működik, mert már nem látszik, tehát ennél már azért nem tudok oldalról. De fölülről például elég látványosan lehet, hogyha elforgatom, akkor meg tudom nézni fölül is. Amit ez a markeres nem tud, hogy nem tudom, hogy merről van igazi fényforrásom, tehát látjátok, hogy szemből van megvilágítva. Valójában a lámpa pont a másik oldalt van, tehát az árnyékos részt így tudom forgatással megnézni. Hát a Code Week-re, amit én tervezek az én iskolámban, talán az lesz, hogy egyszerűen a Minecraftot úgy is szeretik a gyerekek, hogy néhány Minecraft kockát próbáljanak meg valami szép technikával felépíteni. Nagyon egyszerű algoritmussal egyszerűen másolhatják ezt a három sort, és nem igazán kell nagyon érteni, hogy mit csinálunk, bár nyilván jobb lenne. A koordinátákat azért ismerni kell, tehát ha én azt a tetejére akarom rakni, akkor tudnom kell, hogy mennyivel följebb legyen az Y koordináta. Ez egy négy egységes kocka, tehát ugye plusz négyel, tehát 6-ra kéne az Y koordinátát helyeznem. Ez lesz a kocka a 2. Sajnos ebben a bizonyos AR csoportba mindig bele kell pakolni a tárgyakat, mert különben nem jelenik meg, de hát ez is csak egy másolás. Akkor most már van két ilyen téma egymás tetején. Aztán persze, hogy ha ez nem tetszik a gyerekeknek, akkor kivesszük a kettes kockának a textúráját, és akkor innen keresünk egy másik Minecraftos textúrát. Hát mondjuk ez nem tudom micsoda, de ide berakom. Akkor annak már ott van a textúrája. Ja, és akkor persze le kell menteni. És ha minden jól megy, akkor megcsináltuk az első Minecraftos kiterjesztett valóságunkat. No, én azt gondolom, nem tudom, Attila megmondja, hogy nagyjából a vége felé vagyok. És végig szaladtam ezen a kis kód részleten. Ha ide valaki belép, akkor itt nyugodtan garázdálkodhat, néha letörlöm, amikor a tárhely kezd betelni, de ha beléptek, akkor legyetek szívesek új mappát készíteni, tehát mit tudom, én csinálok ide egy user 2-t, és akkor egy kattintással tudtok magatoknak mappát csinálni, és abban tudtok új kiterjesztett valóságot, vagy bármit létrehozni. Még annyit azért mondanék, hogyha valamit így lementesz, akkor ezt megoszható Facebookon keresztül bárhol, e-mailben is működik, tehát illetve QR kódot szoktam ebből csinálni, és akkor ezzel hivatkozok akár PC-n, akár főleg telefonon erre a 3D-s tartalomra.